kedvenc helyemen vagyunk, a konyhában ismételten, és Mudzsahid Zoli főz nekünk méghozzá, de inkább mondta, hogy mit főzöl. Sziasztok! Egyébként nekem is a kedvenc helyem a konyhám. Most egy nagyon egyszerű receptet hoztam. Nem mindha valami nagy séf lennék. Zsíros kenyér lesz. Igen, zsíros kenyér. Lilahagymával. Nagyon jó. Tudom, az a legjobb. Az a legjobb. Piros paprika is van. Na jó, viccet félretéve. Egy tésztát fogok elkészíteni. Nagyon szeretem az olaszos konyhát, és gombás, tejszínes, bazsalikomos, parmezán sajtos. Tehát egy ilyen kis, nagyon pici fokhagyma kerül bele. Egy ilyen spagetti, tehát nincs nagyon megfejtés, szerintem ez nagyon gyorsan elkészíthető, mindössze fél óra alatt, akár jó kis vacsorának is, hogyha az ember nem akar valami komolyabbat csinálni. Ma tényleg megtarthatnánk a spagetti szívó versenyünket, nem? Ne csináld ezt, mert Vivian is ilyeneket talál, hogy kéz nélkül legyünk palacsintát, tehát az, hogy szívjunk spagetti. Az milyen, amint abban a kutya rajzfilmben? Én nem tudom, de már a múltkor is ezt mondtam, amikor spagetti volt, hogy így szívjuk a spagetti, kibírja gyorsabban beszélni az. Kérlek, ne engedj, jó? Tehát rá egy nem, nem fogom. Még forró jó. Is egyébként a spagetti, tehát annyira gyorsan nem menne. Mert hogy az már kész van. Igen. Igen. Ugye, te pakisztáni származású vagy, hogy mennyire érződik ez a mondjuk az étkezési kultúrádban, van ennek még ugye hatása? Ugye én voltam korábban nálatok, és én készítettem indiai ételt is, tehát szoktam azzal is foglalkozni, csak azért bevallom őszintén nagyon nehéz. De nem az elkészítés, hanem mondjuk, hogy mennyire az étkezési kultúrában mennyire van jelen, vagy már teljesen átálltál az olaszos hát már elég régóta Magyarországon élünk, és így nyilván tehát maga a gasztronómia része az működik, mert nagyon sokat járok indiai étteremben, és heti szinten táplálkozom indiai ételt, viszont azért nyilván, tehát most külön kultúrája ennek nincs. Tehát, hogy otthon akkor nem... Tehát nem a gényeidben van. Tehát, hogy nem hiányzik mondjuk az, hogyha nem eszel hetente körít, vagy valamit. De hiányzik, hogy nem. Tessék. Tehát a gényeimben van, ezért is mondom, hogy ugye étteremben heti rendszerességgel. Aha. Tehát, hogy elvonási tüneteim vannak. Igen, tehát, hogy ez nem is tudom, ez olyan, mint egy drog. Tehát, hogy egyszer megkóstolod, és nem tudom, hogy ettetek már úgy igazán, nem amit én készítettem, mert tudom, hogy az akkor talán te voltál, és neked nagyon is lett. Hát finom az a rizses volt, emlékszem, kör is étel, volt. Igen, rizses kör is. Nem tudom, tehát én erős tudnék. Párti vagy, erős ízpárti igen, vagy? Igen, és néha gyomrom bánja, de azt mondjátok meg, erős ízpárti kedvelők, te is az vagy? Nem. Hogy az erős mellett, hogyha van, akkor semmi más ízt nem lehet ez érezni. Nem igaz. De tudod, ez nem igaz, mert nem jól van ez. Ez nem lesz erős, ugye? Ez egyáltalán nem lesz erős. De szóval, hogy miért nem? Ennyire erős ellen vagytok? Én erős ellenes vagyok. Én is erős ellenes vagyok. De miért? Szóval óvatosan, de ez szerintem amiatt van, hogy teljesen másképp vagyunk beállítva. Tehát van, aki érzi az ízt, mert úgy van összerakva, és van, aki nem érzi, mert mi így vagyunk összerakva, és ezért mi nem szeretjük. Nem, én érzem, és egyébként, amikor valami nagyon naturális dolgot eszem, azt közben, is érzem. Hogyha tehát, hogy tudsz közben dolgozni, akkor csináld a nyugodtan az állam. Csinálj szakértőt, de... hívnunk a témában, nem? Erős szakértőt? Jó. Igen, egyébként tehát, ugye azt mondják, hogy csili meg jótékonyan is hat a szervezetre, nem tudom, hogy ezt tudjátok. Igen, hát emésztés segítő, illetve antibakteriális, stb. Én nagyon sok csilit... Minden célosztál. Én egyébként nagyon sok csillit eszem, szeretem is, szóval... Olyan van egyébként, hogy mondjuk szereted a pakisztán-indiai kultúrának az ízeit, igen. Hogy mondjuk például európai ételeket megbolondítasz ilyen ízekkel, és mondjuk kipróbálsz, vagy nem keverem. Egyébként volt egy sorozat az egyik ilyen főző csatornán, ahol egy olasz csávó, vagy srác elment Indiában, és vegyítette, tehát csinált egy ilyen fúziót. És elég érdekesen nézte ki, én nem tudom, valahogy nem keverném a kettőt, vagy a magyaros konyhát. Olyan van, hogy csípősebbre csinálom a pörköltet, tehát olyan van, nyilván, de hát az nem az. Mert ugye azért az, tehát nem csak a csili adja a fűszerességét, hanem nagyon sok, mit tudom én, ilyen bors, olyan kurkuma, tehát sok erős fűszer van, ami nem csak a köri. Most nagyon elgondolkoztam. Most azt nézem, hogy ebbe a cudba, amit csinálsz, ebbe lehetne szalonnát tenni, de most bőjti időszakban nem teszünk bele. Most én vegás, vegakaját akartam csinálni. Igen, bőjti időszakban. Aha, most kezdődik. Most, hát akkor most ez legyen. Akkor ez pont jó. Viszont te mindig odafigyelsz azért a testalkatodra, tehát hogy ez úgy szépen formában maradjon. Hát köszönöm szépen. A tészta nem segít ebben. Tehát tésztát azt... Nem, egyébként, ha én nem diétázom, tehát félre nehéz, tehát nyilván mozgok sokat, és emiatt kell is ennem. Tehát tészta az egy jó szénhidrát forrás, ami azért a testmozgáshoz is kell, mind ahogy a rizs is, szerintem. Meg ha teljes kiürülésűből a durumlisztből van más a felszívódása, amennyi van, energiát. Így van, is a durumliszt. Igen. Szóval, igen, úgyhogy ez hát kíváncsi leszek, hogy fog nektek ízleni, hát meglátjuk. Jaj.
eddig még nem okoztam kudarcot, vagy ne, csalódást. Zoli, itt hagyunk, kérlek, tényleg ne erősre csináld, mondjuk csak a borssal tudnád erősíteni egy kicsit. De ennyire? Na mindegy, majd egyszer. Óvatosan lehet, óvatosan még rendben van. Köszönjük. Jó munkát, jövünk. Köszönöm szépen, oké.